az a rendőr hamburgerese. Na, megjöttünk a fodrászhoz, kérem szépen. A fodrász mellett van a hentes. Azt egy... Oh, there's a butcher next to it. Yeah. Na, ú, de milyen szag van, menjünk csak arrébb egy kicsit. Na, itt a fodrász. Hello! Lovely. Ő a fodrász bácsi. Tehát ő Bobby. Bobby, yeah? He's the hairdresser. He's done a very, very beautiful haircut. With a massage at the end on the head and on the back. Nagyon-nagyon szépen, körültekintően, nem kapkodva, mégis gyorsan, olyan szépen levágta a frizurám, egy szót nem kellett szólni. Ahogy szeretem. Nagyon jó. Nagyon örülök. A végének is fejmasszázs, hátmasszázs. Nagyon egyszerűen, nagyon meg vagyok elégedve. Nem mondhatjuk el, hogy a helység az nagyon tiszta és össze van szeperve. És ő itt egyedül dolgozik, az egész környéknek vágja a haját. Nagyon szépen. Mutattam a bajusz seprőt. Ez a bajusz seprő. Megnézzük, kik vannak a szomszédban. Pékség. Nézd, milyen gyönyörű pogácsák. Egész véletlenül kristálycukorral a tetejükön. Egész véletlenül. Édes kuglófkenyér, édes kenyér. Ez valami kocsonyás édességgel megtölt kenyér. Ez nagyon-nagyon finom. Ez a kókusz krémes töltelékes kenyér. Ez még édesebb fánk valamivel. Ez kukoricalisztes kifli. Ez cukros sajtos, hogy hívják ezt, nem tudom. Ez a sertéshúsos pogácsa, csokis, lekváros, csokis, ez sajtos, cukros. Ebben nem tudom, mi van betöltve, de olyan jól néz ki, hogy ebből most fogok egyet venni. Csoki torta. És hát rengeteg minden a boltban, rengeteg minden. Na, nézzük meg a másik szomszédját, Bobinak. A másik szomszédja Bobinak, kérek szépen, rizst árul. Gázpalackot, sört, műanyag pohár, műanyag tányér a szőnapi partikra, és hát a hentest azt meg már láttuk, nem? De. Na, nézzük meg, Bobby hol tart. The lines. The design.
very cool. The line is there, other side? No. Very cool. Mustache off. It's done. Tünk Rudihoz, Rodolfohoz, Rodolfo és Rodolfo nagymama. Look at my favorite beautiful beans. They're really nice. I had it yesterday. Yesterday from Lola. And after they made a soup. Oh, that's so delicious. Do you like? You like it as well? Do you make it with garlic and ginger? They press vegetable press. Yeah, very healthy. It's good for the boys. Very beautiful. How are you? You okay? Oh, good. This is the church opposite. Itt van szemben a templom, ahol a himnuszt énekeltem. Úgyhogy visszajöttünk ide. Visszük a karaoke cuccot 5 napra, mert nekik van. Készül a vágódeszka. Hány éves a bácsi? How old is? How old are you, Rudy? How old are you? How many years old? 71. 71? Yeah. Well done. 71 éves. That's for the chopping board, for the meat, for the vegetables, yeah? Yeah. Wow, I saw it in the market in Padre Garcia. They cut the fish, chicken, pork. Or pig, or... Nézz oda. Beautiful piece. Where is the wood? Wood from? What wood is this? No English. Tamarind. Tamarind. This is a tamarind wood. Wow, ez a tamarind gyümölcsfána. So it must be a big tree. Big value. Strong. Tehát akkor a tamarindból készítik a vágódeszkát. You can speak in English. You don't speak too much. You need to practice with me. Yeah? No. No tamarind, no coconut, no banana, no oranges, no mango, no pineapple, nothing. We have cherries, very beautiful cherries with pink. Morello cherry, the dark. Grapes, lots of grapes and wine. Plum, pear. Apples, millions of different apples. Amazing, nice apple. Strawberry, raspberry. Melon. In your country? No. No. Very expensive. Do you know how much is one coconut like this? One in the shop. 2,100 pesos. Only one. In the store. Here, 150 pesos. Wow. Mondta, hogy egy szép kókuszdió itt, olyan 30 peso és 150 peso között van. Mondtam, Angliában meg 2100. Very big difference. Nézem, milyen szép kertjük van. Sorry? A country is rich country. Philippines is rich, very many fruits. I know the money is different. I know. But this is a very beautiful country. Full of green everything, always. Flowers, fruits. Very big Bailan here. Present. Bailan. What is Bailan? Ez az álmom. Nézzétek, milyen gyönyörű. Ez is Jesse unoka nővére. No, thank you, I'm okay. You are very kind. I'm very, very well. Gyönyörű. Itt a kisboltja, itt a függőágy. Itt ő főz. Itt van az asztal, lehet ülni, enni kétféle ételt, azt a finom édességet, amit a banánlevélbe tettek, a rizsgombóckákat. A nagyon finom szószban, nem tudom, hogy hívják, meg a lomi, a filipino tészt a zöldségekkel, csilivel, és a pici kis citromnarancssal, szójaszószal. És hát ez milyen gyönyörű, és egy gyönyörű házuk van persze, szemben a templomban, és nézzétek meg, ez milyen gyönyörű. Hát nézd, az egész, mind bambuszból van.
minden pontja. Nagyon erős. This is so, I love these bamboo things. It's just amazing. And even this, look. How it's done together. It's an improvised thing. Yeah, but you all improvise and you make it nice how you want. Only with string. Yeah. They can't imagine in Europe they do something like this. Because the weather is so. Filipinos are very creative with this. Yeah, a Filipinos nagyon kreatívak. Azt használják, ami van neki. Kötéllel. That's just fantastic. Look at my ceiling. It's just box. A tető az a izéből van megcsinálva, papírból. Nagyon jó. It's perfect. That's it. That it's enough for you here, isn't it? You know, we have heating there, have many things because the winter and the summer. Közben bekerült a hangfal, két nagy combos hangfal, a tévé. És nézzétek meg milyen, hát ez az eddig legszebb karaoke. Oh, this is much better than the other. That's a beautiful one. That's in very, very good condition. Very beautiful. Oh yeah, that's the tuk-tuk. Pot-pot. Lovely. Van két kis motorjuk is, nézzük milyen jól néz ki. Nézd milyen pici. Meddig ér nekem? Ugye eddig? És akkor ide besajtolod magad, Yamaha. Hát ez az élet, gyerekek. Ez olyan, mint a minden nap nyaralnál. Look at that. Oh, it's made for the video game machine, especially. No, maybe not, but it fits. No, it's not, but yeah, it fits. Meg is érkezett a cucc. Fiúk dolgoznak napközben. Lányok dolgoznak. Nézd meg, milyen élet van. Hét. Na, how does it work? Leave it. Elindul a mosógép, tehát rá kell feküdni. Lay it on. A lábaddal tartani kell a víz kifolyót, hogy jó helyen menjen ki a víz. Oj. Így működik itt a félőtögeteki törpe mosógép. Kérem szépen, gyönyörű napon van. És a gyönyörű nap folytatódik azóta is, egészségetekre, jégbe hűtött kókuszdióolé. Meg volt a fodrászat, reggel korán keltünk, és irdatlan sok dolog történt azóta is, még csak 3 óra van. Azóta elmentünk ugye a karaoke cuccot kibérelni, rengeteg éneklés volt azóta. Utána Jesse egyik nagybátyjának, nagyon aranyosak, tettem is fel fotót a Facebookra. Az a nagybátyja meg a nagynénye, ahol a nagy banánt kaptam, meg ahol a sok szép virág van, meg a kis malacok. Elmentünk, ott csak külön nekünk, mert idősek, elmehetnének étterembe, ez volt az ajándék a gyereküktől, akik Szingapúrban vannak, meg mind a hárman. Tehát csak külön nekünk Jesse miatt főznek tradicionális filipino születésnapi vacsorát, ahol segítettünk egy picit. Persze először felköszöntük, töttük Kuya Ricardo-t. Írdatlan, gyönyörű hámoza, írdatlan mennyiségű fokhagyma, hagyma, friss csili, minden a kertből, friss gyömbér, friss kurkuma, narancssárga, a friss, élő tilápia hal, azt besúzta, beborsozta, rakott hozzá egy kis ilyen magi fűszerszerű valamit, forró, bevagdost, a forró olajban kisütött 4-et, ezután csinált hozzá friss, édes savanyú szószt zöldségekből, és abban áztatja párolja nekünk 4 óráig, tehát most már 3. órája párolódik. Akkor csinálnak filipino tavaszi tekercset, tehát nagyon vékony tésztába betekerve hagyma, káposzta, fokhagyma és finom disznóhús,
összefőzve, betekerve. Már akkorákon nyerek, mert már nagyon éhes vagyok. Rengeteget csináltak szerencsére. Akkor ezen kívül lesz a dinamit. Ugye az a zöld chili paprikába, az ilyen hosszú kis zöld chili paprikát, azt megtöltik ugyancsak azzal a húsos töltelékkel, amit a tavaszi tekesbe tették, majd bepanírozzák és kirántják. Bombával fogok nyitni azt tutiva, és dinamittal, mert az a neve. Akkor ezen kívül többféle sütemény van, rizs, kókusz és kókuszos banán sütemények és zselék és pudingok és szószok, valamint licsi puding is van, vagy lájcsi puding, nem tudom, hogy mondjam, gyümölcsök, és nem is tudom, még talán ezek lesznek. Na, ja, és miután elmentünk oda segíteni, azért kitaláltam, hogy menjünk már el itt Uszodába, itt resortoknak hívják azokat, és nagyon sok van a környéken, elmentünk egybe, ott még felújítás van egy másikba, végül strand, mondjuk azt, hogy strand, tehát nem a tengerparton mondjuk, hanem strandok, helyi strandok. Elmentünk egy strandra, mondták, hogy két merence nyitva van, azt beindítják nekem. Gyerekek, a gyönyörű strandot még láttatok. A gyönyörű, nem tudom, a mangófák azok a nagyok, szépen az ágaik, ahogy leölenek, alatta a fából faragott ilyen padok körben. Akkor külön épület, ahol körpadok vannak, külön mosogatóval és barbecue tűzhelyre, ahol elviszed és azt sütsz magadnak, amit akarsz, csak ki kell fizetni a helypénzt. A medence, a gyerekeknek álomerdő, tele ugye ezek a, amit mondtam, a mangófák, meg pálmafák, meg ott is kis kókuszdió, kis banánfa, minden árnyékolva van, és mintha ilyen Disneylandben lennél, tehát a pókember, az összes kartonfigura, műzebrák, műtigrisek mindenhol, a medencék ovális alakba, magasított medence, alacsony medence, kis zubogó, nagy zubogó, ilyen csúszda, olyan csúszda, belóg a pálmafa, a delfin ugrik, minden. Álomszép. A belépő 200 pezó volt nekünk, ami mindegy, hogy mennyibe kerül, mert nem az a lényeg. Nem folytatok. Egyet fogok folytatni, mindegy. Ott én elúszkáltam, gyerekek meg csúszdáltam. Hányan voltak a strandon? Jegyezzük meg, hogy február van, tehát a télnek vége van, most menjünk a nyárba. Iskola nap, én voltam egyedül az egész strandon, hatalmas strand, ott visítoztam, csúszdáztam, egyedül a strandon meg úszkáltam, Jesse meg kint üldögélt, nevetett. Úgyhogy a strandot én nagyon élveztem, nincs senki, aki elmenne, csak én, de ez tökéletes volt. Nem tudom a nyarat, hogy bírják ki egyébként, mert kint, azért jegyezzük meg, hogy most jelenleg, tehát ilyen 35 és 37 fok között van a hőmérséklet, brutális meleg van, úgyhogy egy órát megás nélkül a hideg medencében töltöttem úszkálva, persze a teteje annak is meleg, meg csúszdázgatva. Megbeszéltük, hogy Jesse bátyám adjon értünk, felveszük a gyerekeket iskolába, és akkor utána megyünk a szülinapra enni, mert ugye vár a nagybácsi, nagynéni. Hát én kitaláltam, hogy 2,5 óráig nem leszünk itt, úgyhogy másfélet maradtam, mondom, végeztünk, átöltözök, menjünk ki, akkor a helyi buszjáratot stoppoljuk le. Tudjátok, mi a helyi buszjárat? Az a hosszú Hammer limuzin, vagyis a Fülöp-szigeteki Jeep, amiben ugye mentünk a tengerpartra is. Tehát amiben 16-20-an elférnek. Kiálltunk, váltunk 5 percet, le is intettük a Jeepet, megállt a gyönyörű ezüst lila lámpákkal, beszálltunk be, fészkelődtünk a többi ember közé, és ami a legcsodálatosabb, hogy fizetsz. Beférsz oda a végére, és akkor kérdeztük, hogy mennyibe kerül ez így a 25 perces út. Tudjátok, mennyibe került? 9 pezó. 45 forintba került a 25 perces út, gyerekek. Nagyon durván olcsó. Na, hogy fizetsz? Ott ülnek benne sokan, odaad a pénzt, odaadod a másik embernek, előre küldik, bekerül a bugyorba. És akkor mikor mindig megállunk, ugye 2-3 percenként kiteszünk, felveszünk embereket, felszáll, küldi a pénzt, mindenki továbbadja, előbb bekerül a bugyorba. Leszáll, jön, felszáll, másik, harmadik, pénzt küldi, ahova megy, annyi pénzt, bekerül a sofőr kezébe. Ennyi! Bizalom, itt nincs se jegy, semmi, megy a pénz, küldi, tudja mennyi. Gyönyörű! Leszálltunk a sarkon, az iskolánál, ahol a gyerekek vannak, ott átszálltunk a triciklire, na hát az a kis útszakasz, az sokkal drágább volt,
20 pezó volt, az körülbelül egy 4 perces út volt, de hát a tricikli az ugye különleges dolog, mert abban csak te utazol. Na mindegy, így most már hazaértünk. Útközben, amit meg szeretnék jegyezni, és amit még nem mondtam el, hogy csorog mindenhol a zöld. Ez a Fülöp-szigetek, Manila szigetén lévő rész, gyerekek, egy olyan növénygazdag, dúsgazdag terület, hogy az hihetetlen. Állandóan zöld, mindenhol zöld fű, zöld pálmák, zöld udva, és azt mondták, hogy nyáron is zöld, mert sok az eső. Mióta itt vagyok, egyszer esett, az eső szezon elmúlt, de valami írdatlan gyönyörű, és a virágok mindenhol, és ott a strandon már ki voltak nyírva az orchideák, rengeteg, nagyon-nagyon pazar, nagyon gyönyörű, úgyhogy nagyon elgondolkozik az ember, hogy Jézus Isten, egész életedben arra vágysz, én most már fel, ne legyen hideg, ne legyen mínuszfok, meleg legyen. Kimész reggel, felkelsz, az írdatlan nagy tornácodon üldögél, este, délben, bármikor, amikor akarsz kínálni bennem. A tenger közel van, nincs hullám, meleg a víz, homokos tengerpart, bármikor mehetsz. Nem? A gyümölcsök, gyümölcstenger van. Egészséges életmódot folytathatsz, hanem mindig az édes dolgokat eszed. Kakasviadalra járhatsz, ha akarsz. Elmész jetskizni, ezek ilyen kis dolgok, de hogy tehát ezek ilyen álombeli dolgok, amúgy elképzelsz, hogy milyen jó lenne egy egyszerű ház, két kis szoba, ha nem is kell bele, mert a házban belül azért hűvös van, ott nem fulladsz meg a melegtől, ventilátor elég, nem kell ilyen légkondiba gondolkodni, ventilátor bőven elég, és kell ennél több? Nem. Hát sajnos az nem jó, hogyha az ember nyugdíjas korába akar oda menni, mert nyugdíjasan már ugye nehéz, meg vágysz az ellátásra, meg kell kórház, minden. Itt is van privát kórház, tudjátok, tehát gyönyörű privát szobával, meg minden, és a Fülöp-szigetek azért jó orvosok vannak, nagyon jól ellátnak, odafigyelnek, tehát nem tudom, tehát én ezt, hogy miért nem tudtam én erről, hogy ez létezik, mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Én úgy örülök annak, hogy végül nagyon keserves az útja, ahogy ide elkerültem, és nem jó, hogy így, de mégis jó. Tehát ha ezek nem törnének az életembe, akkor ezt soha nem láttam volna, ahol most vagyok. Úgyhogy nem is tudom, hogy jóban, rosszban, rosszban a jó, vagy jóban a rossz, de nagyon boldog vagyok itt. Életem leggyönyörűbb holidaye, hogy úgy mondjam. És minden nap tömve, tele, mindenfélével. Tehát nincs az, hogy este azt gondolod, hát már megszokta Dunatkozom, ezt mondtam egyszer, és még mindig nem. Még mindig van új, és mindig van valami. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, és örülök, hogy nézitek. Remélem egyszer nektek is megadatik. Ha szeretnétek, azt a vendégházat kialakítom, és akkor elindítjuk a turnust East Maugatban.